mindig szívesen jövök olyan emberek közé, akikkel a közös gondolkodás megvan, az a közös halmaz, az a közös nevező, ami a kutyáknak a szeretete, tisztelete. Szívből gratulálok ehhez az elmúlt 30 évhez, óriási teljesítmény ez. Kiváló tenyésztői munka nehéz időszakok alatt is megvalósult, hiszen látjuk azt, hogy a mai korunkban milyen hihetetlen gyors változások következnek be. Látjuk azt, hogy az ember elindult egy olyan gyorsuló, felgyorsult fejlődési, technikai, technológiai úton, amellyel a természettől, a teremtett világtól, a kutyáktól való elszakadás útját járja. De mégis vannak emberek, hála Istennek a mi közösségünkben is, akik a tradíciókat, a hagyományokat, a régi, ősi kultúrákat, értékeket, és amit ránk hagytak szüleink, nagyszüleink, ezt az értékrendet szeretnénk továbbvinni, és a kutyák iránti kötődésünk, kapcsolatunk jelentős mértékben fejleszti az érzelmi intelligenciánkat is. Az emberiség elérkezett abba az időszakába, 7,8 milliárdan élünk ezen a Föld nevű bolygón. Igenis, ha nem tiszteli a múltját, az őseit, a hagyományait, a természetet, és azokat az élő elem örökséget, azokat a kutyákat, állatokat, amelyek még léteznek és működnek és vannak, és segítik a mindenkori gazdájukat, és reményeink szerint minél jobban megmarad a használhatóságuk is, hiszen valóban a környezet változik, de ettől még az ilyen nagytestű őrzőkutyák, pásztorkutyákra igenis szükségünk van, mert óriási értéket képviselnek. Valóban az a megtiszteltetésért, hogy Olá Gábor barátom meghívott erre a mai rendezvényre. Ugye a születésnap, 30 éves születésnap, mivel kikkel és mivel mással ünnepelnénk együtt, mint a kutyáinkkal, tehát én szívből gratulálok önöknek, hogy példát mutatnak más emberi közösségnek is. A kutyák tenyésztése az egy óriási kihívás, valóban a túlzott mértékű eladhatósági vágy, kedv, sok mindent a piac, sok mindent elronthat. Nagyon fontos, hogy azt az értéket, amit ezek a kutyák képviselnek, azok az ősi értékek, amelyekkel rendelkeznek valahol a génjeinkben, azokat próbáljuk meg ebben a mai modern körülmények között is valamiest megőrizni. Nyilván szép kutyák legyenek, de mindig fontos, hogy milyen a jelleme, milyen a karakter a kutyának, ahogy az embernél is fontos, azt kell, hogy mondjam. Tehát a jellem, a stílus maga az ember. Önök felelősséggel tartoznak ezekért az értékekért, ezekért a kutyusokért. Én azt kívánom, hogy a következő 30 évben is ez a felelősség hassa át önöket, és majd akkor a 60 éves születésnapon remélem ismét találkozunk. Még egyszer szívből gratulálok, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, és sok sikert mindenkinek a tenyésztésben és a mai napra is. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nincs könnyű feladatom összefoglalni 3 évtizedet. Egyáltalán mit is jelent 30 év az ember életében? Gondoljunk csak bele, ki merre és milyen életszakaszában járt 30 évvel ezelőtt. Ez alatt az időszak alatt volt, aki még szinte pólyában érkezett, ma meg már ő tolja így gyermekét babakocsiban. Vajon mit jelent ez a 30 év érdeklődésünk tárgyának, a kutyának a vonatkozásában? Biztosan sokan tudjátok, hogy szokás a kutyák éveinek számát 7-tel szorozni, hogy viszonyítani tudjuk egy-egy négylábú társunkat egy ember életkorához. 210 év. Ez a 210 év az emberiség történelmi léptékében az 1800-as évek elejéig nyúlik vissza, tehát a napóleoni háborúk idejéig. Azóta ez a bolygó mennyi mindent megélt. Ez alatt a 30 év alatt a kutyáink is rengeteget alakultak. Egy dolog azonban biztos. Ez az egyesület azért jött létre annó, hogy összefogja a fajtáink tenyésztőinek munkáját. 1991 óta volt itt sok minden a klubon belül, ráadásul az adott fajták helyzetesen mindig egyforma irányba alakult. Az alapításhoz képest kibővültünk olyan kutyafajtákkal is, akik már nem az orosz nyelvterületről származnak. Azt is nyugodtan mondhatom, a Karakán Klub nemzetközileg is fogalommá vált. Ez az egyesület sosem arról szólt, hogy épp a legjobban eladható kutyák gyűjtőklubja legyen, és egy szigorúan üzleti alapon létrehozott, piacra termelő gyártósor vezérléseként funkcionáljon. Nem, mert mi fanatikusok vagyunk. Ha esett, ha fújt, mi itt voltunk, és itt is leszünk. Mert mi vagyunk a karakánok. Az orosz, európai és ázsiai juhász őrzővédő és területőrző kutyát tenyésztők és tartók egyesülete. Ide jönnünk kell, mert itt a helyünk. A múlt megtörtént, a jövő titok. Kívánom mindenkinek, hogy 30 év múlva ugyanígy álljunk itt mindannyian, és ha mi nem is leszünk már a legjobb formánkban akkor, a kutyáink viszont olyanok legyenek, akikről most a legszebb álmainkban vágyakozunk.
Simicskó úr, ön elvállalta a Karokán Klub 30 éves évfordulójának a fővédnökségét. Hadd kérdezzem meg, hogy miért tartja olyan fontosnak ezt az eseményt, hogy ezen részt vegyen, és mit gondol a Karokán Klubról? A hazai kutyatenyésztés, állattenyésztés hatalmas múltra tekint vissza. Élő örökséget képeznek ezek az állatok, és minden olyan közösség, tenyésztői közösség, akik szabad időkben ezzel foglalkoznak, és jó értelembe vett fanatikusként végzik a munkájukat, megmentik ezeket a régi kincseket, a régi pásztorkutyákat is, és kiváló tenyésztői munkával az elmúlt 30 évben számos, nem csak hogy világgyőztes kutyákat, de valóban sok nagyon jó házőrző kutyát tudtak előállítani, hogy így fogalmazzak, kitenyészteni. Én azt hiszem, hogy látható volt ezen a mai ünnepségen is, hogy igazi közösséget építenek. Fontos dolog, hogy odafigyelnek egymásra, emlékeznek az elődökre is, díjazzák egymást. Egy kifejezetten családias hangulat ünnepség volt, és hát nyilván mindenki hozta a kutyusát és a kutyáját is, hiszen kutyatenyésztőkről van szó. Hát nyilván, ahogyan a latin megfogalmazás is adja önmagában, a canis lupus familiaris, hiszen a családhoz tartozó a kutya, és ők ebben a szellemiségben élnek, és ez az ünnepség megható volt. Most még egy kiállítás is lesz, és Olá Gábor, aki a klubot kiválóan vezeti, most már 2 éve, együtt járhattunk még korábban a MEO által szervezett különbírói tanfolyamra is, kutyabírói tanfolyamra is, úgyhogy azóta is jó barátságban vagyunk, és megtiszteltetés volt, hogy engem hívtak meg, és fővőnöke lehettem ennek a mai rendezvénynek. Simicskó úr, úgy tudjuk, hogy önnek korábban közép-ázsiai juhászkutyája volt, mintha manapság, ez a mi információnk, sárplaninac fajtájú kutyával rendelkezne. Ha ez így van, akkor miért van ez a váltás, és miért jött a sárplaninac a közép-ázsiai juhász után? Nekem mindig fontos volt, hogy magyar kutyát is tartsak, magyar kutyafajták közül a 9 magyar kutyafajtából is. Én a Mudi mellett tettem le annak idén a voksomat, azért tettem le mellettem, mert a kihalás szélén volt, és ezzel is próbáltam segíteni őket. És nagyon boldog vagyok annak, hogy annak idején 2004-ben sikerült elfogadtatnom a régi magyar állatfajtákat, és ebben a 9 magyar kutyafajtát is nemzeti kincsi az országgyűlés által. Nekem mindig tetszettek azok a nagytestű pásztorkutyák, amelyek a házőrzésben is kiváló szerepet tudtak betölteni, tehát úgy kombináltam ezt mindig össze, hogy volt egy kis testű Mudi, és volt egy nagyobb testű pásztorkutya. Nekem már a 80-as években volt egyébként sárplanacom, kiváló kutya volt, 13 éves koráig élt, hihetetlen megbízható, egyenes jellemű kutya volt, nagyon szerette az egész család. Utána váltottunk Közép-Ázsiára, ezekkel is én meg voltam elégedve. Ott sajnos gyomorsavarodásban az első kutyám elment 9 évesen, de nagyon jó tulajdonságú volt. És most visszatértem, valóban Varga István meglepett egy kis sárplanac szukával. Nagyon jól el vannak most a Mudival otthon, most már egyébként 6 hónapos a sárplanac. Dusának neveztem el, hiszen délszláv kutyáról van szó, és a Dusa az lelket jelent, és nagy lelke van a kutyának. Tehát látszik a gyerekeimhez való kötődésében is, meg a család már most megőrzésében is, vigyázásában is, illetve a portának az őrzésében is kiválóan helytel. Hargitay úr, ön egy meghatározó személyiség a Karokán Klub 30 éves történetében, hiszen több mint 20 évig volt a Karokán Klub elnöke. Hogyan emlékszik vissza erre a 20 évre? Honnan indultak, hova jutottak, mik voltak a meghatározó pillanatok? Honnan indultunk? Egy néhány főből álló egyesület, nem is egyesület, hanem klub voltunk, amelyik a MEO-nak volt a része. Mindig mi voltunk a MEO-nak az egyik legnagyobb klubja. Tehát itt egy jól összeszokott és tudatosan tevékenykedő társaságról van szó. László Krisztinával beszélgetünk, aki nagyon-nagyon régóta tagja a Karokán Klubnak. Önnek, mint közép-ázsiai juhász tenyésztőnek és rajongónak milyen előnyöket jelentett az, hogy a Karokán Klub tagjai közé tartozott? Ez a közösség szakmai előremenetelt is jelentett. Közös programokat szerveztünk a különbírókkal, ezt szakmai napoknak neveztük igazándiból. Nagyon örülök annak, hogy akkor részt vettem ezen a közös alapító gyűlésen, és hogy még most is tagja lehetek a klubnak. Igazándiból azt gondolom, hogy ez mindenki számára egy közösséget jelent, ahová tartozunk, ahová eljöhetünk,
és a későbbiekben is szeretnénk sok ilyen közös együttlétet, és remélem, hogy 30 év múlva találkozunk ugyanitt, ugyanennyien. László Istvánnal beszélgetünk, aki évekig a Karakán Klub elnöke volt, és nem mellesleg a Karakán Klub egykori egyik alapítója, és azt szeretném megkérdezni tőle, hogy egykoron miért volt szükség a Karakán Klubra, és hogyan alapították meg tulajdonképpen a klubot? Tehát 1991-ben, az alapítás évében a Karakán Klubhoz tartozó kutyafajták a nagytestű szakosztályhoz tartoztak. Számos más fajtával együtt egy klubot alkottunk, és a orosz kutyákat kedvelők úgy gondolták, hogy egy önálló klubot hoznak létre, ahol a saját fajtáinkkal többet fogunk tudni foglalkozni, jobb rendezvényeket tudunk rendezni, és elsősorban a szakmai iránymutatást tudtunk volna még jobban megoldani a kutyát, orosz kutyafajtákat kedvelők számára. Hányan alapították egykoron a Karakán Klubot? Emlékszik esetleg erre még? 50-valahány tagunk volt, akik szerettek volna ehhez a klubhoz tartozni, és ezekkel indítottuk el a klubot. Hát ha jól tudom, itt most jelen pillanatban több mint 150 kutyát neveztek. Mit szól ehhez a fejlődési pályához az elmúlt 3 évtizedben? Ez egy nagyon szép létszám, már a 150 fölötti létszám. Én emlékszem a 92-es, 93-as években, amikor tenyészszemlét rendeztünk, 100 környékén volt a kutya létszám, aki a tenyészszemlén megjelent. Úgyhogy itt nagyon szép létszám volt most ez a 130-valahány kutya.